Kedves közönség! 8,5 önálló szerzői, előadói színházi műsorom után kezdtem bele az utcai tévéjátékokba. Mondhatnám, kiléptem a színházból, és az utcára kerültem. Ezekkel az újabb produkciókkal, amiket most visszalopózva ide, egy estére, itt a színházban levetítünk, hogy az itteni reagálásokkal, nevetésekkel, csendekkel életre valóságukat hitelesítsük. Egy személyes színházamhoz rejtett kamerával partnereket kerestem az utcán, de azért önre is figyelek, ott, igen, negyedik sor, pillanat, számolok, negyedik sor, 7-es, 8-as szék, a vetítő mellett. Mit tetszett mondani? Barna bőrdzseki. Kihajtott így, nyakkendőt nem tetszett venni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 hajszál. Nem akarok szőrszálhasogató lenni. Bevallom, sorstársak vagyunk. Igen, egy papírrepülőt tetszett hajtogatni. Még most is ott van. Igen. Tessékszesen, többiek esetleg nem tudják a társágottan nagyon jól pontosan. Tessékszesen megtenni kivételesen, hogy fölállna. Nem a repülőre gondoltam. Köszönöm, tapsoljuk meg, de megjelenik. Pillanat, nyugodtan maradjon állva a repülővel egy pillanat. Tegye meg nekem, jó? Fogja meg a repülőgépet, és úgy tartsa. Magasabbra egy kicsit. Úgy. És most szívesen megválna a repülőgéptől? Na hát, lehet játszani vele. Hollandolt. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szépen segített nekünk a kezdő hangulatban. Bevallom, hogy kicsit irigykedve nézem majd a közönséggel együtt a sok idézőjelben amatőrt, az utcaemberét, elismerve, hogy ők nevettetnek jobban. De azt hiszem így is van rendjén, hogy növekvő elhagyatottságukban, ha még megszólítják, egyszer-egyszer a többségnek legyen sikere. Vagy ide jöjj. Ide, ez a jó. Itt víz van, de majd valami esernyővel, vagy valamivel. Van nekem is nehéz, van nekem. Tessék. Nem kell, köszönöm, van itt ilyen. Ez olyan esős rossz idő, hogy minden aszmásnak kellemetlen. Nekem nem kellemetlen, mert annyira nem vagyok idős, de nem szeretem ezt a nyírkos időt. Azért, mert hát a cipő is olyan meg, hát a ruhát nem is tudja az ember, hogy öltözzön. Melegen, vagy nem olyan melegen, és hát ilyenkor az ember repülőben megfáll. Influenzás lesz. Tűzszög, és nem érzem jól magam ilyenkor. Tessék esetleg ebbe kapaszkodni így, akkor ketten folyik. Eléggé hűvös van külön. Igen. Hát remélem, hogy azért majd csak elosztik ez a felhő, de ha kisüt a nap, akkor megint kellemes az idő, és hát az öregeknek is kellemesebb, mert
hát azoknak is kell sétálni, és ide-oda, hát még vásárolni is kell. Hát itt a déli pályában, déli ABC-ben voltam vásárolni, hát azért egy kicsit meglepett, hogy én emlékszem már valad a libamáj pástétom, ami volt például 6 forint ezelőtt 5 éve, vagy 7 éve, most 18 forint. Hát azért csak vettem, mert még az a legkellemesebb. Így próbálkoztam például konzervekkel, volt ilyen sonkapástétom, az mennyi? 59 forint volt, és olyan sorsot nem lehetett megérni. Annak se sonka ide nem volt, de azért próbaképpen vettem egy párat. Hát, mit csináljon az ember? Én is nyugdíjas vagyok, de meg kell gondolni azt, hogy a pénzt mire adom. Hát, ez van. Próbálom a szerencsét, itt van a Lotto iroda, a Toto iroda. Hát, még a nagy gyereményt nem sikerült kifognom, de volt már egy pár, egyszer volt egy 12-esem, de hát az nem olyan összeg volt, hogy tudnám tovább finanszírozni, hogy nagyobb összeggel játszam. Állítólag lehet egy szelvénnyel is, vagy ilyen, egy 10 forintossal is nyerni, de általában most már nem tudom megengedni, hogy 500-600-1000 forintot adjak ki. Az már nem megy. De azért nem hagyom abban. Hát, sose tudja az ember, mikor lesz szerencséje, de akkor már bosszus volnék például, ha már 75 vagy 80 felé járnék, és akkor nyernék. Hát mit csinálok a pénzre? Semmit. Így van? Ez van. Hát aztán most meg megyek a rátfürdőbe. Nekem az a legjobb víz, és van egy kis hátgerincsérvem, de lehet, hogy már nincsen. Van egy erős vízmasszást adok magamra, és kutya bajom, cicánkolom, fel megfiatalodott. Más különös érdekesség nincsen. Élni szeretek, vagy szeretnék. Szeretek is élni. Nekem soha problémám nem volt. Semmi, ugye azelőtt, sem mostan. Munkám mindig volt. Még most is van munka. Csak már túl keresem magamat. 6000 forint, mert többet ebben vívve nem lehet keresni. Mindenkinek joga van dolgozni, egy kicsit több pénzt keresni. Hát ez nem is rossz. Hát több pénz van, nem? Igaz, hogy ide a Lottojudába is leadok minden héten, itt a 100 forintot, de nem sajnálom. Miért? Hát egyszer befut. Miért? Pont én legyek a nem kiváltságos, akinek nem fut be. Hát én azt hiszem, lassan elmegyek, hát mert határozóra vagyok beütemezve, fogadnak ott a fürdőbe, úgyhogy nekem nem kell várni, hogy megvárni a másikat vagy a harmadikat. Olyan, mint a fogászüzletben, ott is lehet, ha valakinek bejelenti magát időre, és törzsvendég, hát akkor pont abban az időben úgy alakítják a munkát, a fogászat, hogy beleessen abban az időben. Hát, ez van. Tenni is én aztán most már elmegyek, mert lassan 10 óra lesz, igen? Na még nem. De tízig odaérek, oda megyek, annyira pont 10 óra. És elég pontosak, mert addig fogadnak. Üres a hűtő. Már az a része, ahol én megyek. Hát elnézést kérek, köszönöm a társalgást. Látásra. Örültem nagyon. És én a kedves embereket szeretem, akivel lehet beszélgetni. Kevés ember, aki leáll, nem hogy leáll, aki beszélget. Hát igen, az ember azért van a szája is, hogy közös lény, hogy beszélgessen. Mert az, hogy csak sétálok, vagy magamba gondolkodok, vagy újságot olvasok, az még nem társas lény. Így van? Elvédés, köszönöm szépen!
Viszontlátásra. Ezt. Tetszik ismerni ezt? Ezt be kell így kapcsolni, és így én is bekapcsolom, és akkor így el tudunk beszélgetni egymással. Hogyha valamit tetszik mondani, akkor ezt betetszik nyomni. Ezt tessék szívesen benyomni, és mondani nekem valamit. Mit mondani? Valami meghitt emberi dolgot. Meghitt emberi dolgot. Hát kérem. Legjobb volna, jönne a jó kis tavasz, meleg idő, hogy az emberek vidámak legyenek, hogy tudjanak jól dolgozni, mindjárt másod a kedvük, hamarabb fölfogjuk az élet nehézségével. Hát nem tudom, hogy mit mondhatnék mi. Érdekes, hogy mások beszéde is beszűrődik. Tehát az a jó, hogy egy kicsit tényleg egy megállj van a világban, és ilyen meghitten tudunk. Ne tessék már elmenni, csak egy, akkor tessék valakihez átvezetni. Útba igazítás itt nincsen. Azt te tessék? Hát ez az, hogy itt teljesen el van az ember tévedve. Teljesen el van tévedve. Én teljesen tétova vagyok, mert én egy ösztönös ember vagyok, akinek nem kell utcanév és nem kell semmi, én csak ki szeretném ismerni magam, mert én bizonytalan vagyok. Nincs kirakva ilyen beigazító táblázat, hogy szereti, innen aztán mindenki megy arra, mert akar. Mit javasol, hogy hol kezdjem, vagy honnan induljak el? Hát, legelőször is. Busszal be. Ó, várjunk, így állok, így. Dunafelé. Elmenjünk ezen az oldalon, itt van a 7-es busz. 7-es autó. Ami a nemzeti is. Az MK. Azt meglátom mindjárt a nemzetit? Igen. Hogy néz ki a nemzeti? A régi nemzeti színház, ami volt, a Corvin most már lebontották. A Corvin... Már az új nemzeti van? Nem. A régi... A metró. Azt lát, ahol nincs semmi, az a nemzeti. Blahaluizának kell leszállni a metróról. Azt annyit mondjak, hogy Blahaluiza. Itt a metróban is elvább. Az a központ, az a centrum. Az onnan... Itt még nem vagyunk a középpontban. Ne, ott bent van a középpont. És akkor onnan? Onnan aztán lehet menni. Kelet, nyugat, déli. És merre érdemes? Merre induljam el? A belváros felé. Akkor és az miért? Az miért jó nekem, hogyha én odaadom? A Láci utca, gyönyörű, na de én nem nézni, én eltévedtem. Akkor... Egy pánikba vagyok. No, egy... Szóval volt egy biztonságom, volt egy bizonyosságom, hogy én ha elmegyek valamerre, akkor én kiismerem magam. No, és, most... itt és itt egy bizonytalanság van. Na, de azért az a legjobb. De nekem, nem, de nekem azt nem lehet az utcát, vagy a házszámot, vagy ezeket kiküszöbölni? Hogy teljesen... Hát a Lenin körútig lemegy. Lenin körútig lemegyek, és akkor... És akkor onnan minden van arra, mert... De én nem akarok, én egy állandó eltéved, én nem ismerem magam ki. Én nem az útvesztőkbe. Igen, de nem mindenki egyformán. Most azt kell csinálni. Mit javasol nekem? Azt javaslom, felmegyünk itt ezen az oldalon, és végig... Együtt megyünk? Nem, én ide jövök. Pillanatra még. Ne haragudjon. Ne haragudjon, már végre egy ember megállt. Ne haragudjon már. Látja, hogy egy kicsit föl vagyok zaklatva. Hogy mondjam én ezt magának? Én például megmondom őszintén, hogy mintha egy gyerek volnék. Most ez lehet, hogy furcsa, az első bizonytalan lépéseimet teszem. Én mintha ki lenne húzva a talaj a lábam alól, mintha nem ismerném magam ki. De hát akkor él itt Pesten? Itt élek Magyarországon. Ja, az más Magyarországon. Na de hát mindenütt, hát nincs egy bizonytalanság? Mindenhol van. Maga újabb és újabb feltételek naponta. Nem vagyunk egyforma. Ez nem üt el minket. Úgy száguldanak egy olyan, ez az iram
ez a borzalmas. Én nem ismerem ki magam ebbe a labirintusba. Ezen az aluljáron. De nem ebbe a labirintusba, hanem az egészbe. Tud. A közérzet. Na de hát... Nem tudom, meddig csak a kabátom, a sálam, Elviszi jövőre az adó. Nem? Maga nem fél ettől? Nem, én már megnyugodtam. Maga ki ismeri magát? Nem ismerem ki, de nem is tudom. Na most, ha valakinek még kérdezik, hogy eltévedtem, akkor mit mondjak, hogy mihez viszonyítva tévedtem el? Hogy maga szerint el vagyok én tévedve egyáltalán? Az életben nincs eltévedve senki. Csak egyszerűen nem találja fel magát azon a helyen. És én így jó vagyok? Így nekem... Jó! Én most itt vagyok. Most rászánok egy délelőtöt, hogy megnyugodjak. Meg kell csellengeni szépen, szétnézni. Megállni. Nyugodtan. Érdekel. Azért az egy nagyon nagy dolog, hogy most már végre azért itt van a tavasz, nem? Nem a, volt tél, ez finom. A rossz kedvünknek a tele. Két évvel ezelőtt, akkor is azt éreztem, hogy el vagyok tévedve? A gyerekkorban is el lehet tévedni meg. Nem azt érzem, csak nem olyan helyzetben van, nem ott van, ahol a megszokott környezet. És hol találok itt egy olyan megszokott környezetet? Bárna, belvárosban. Az hol? Szerintem az emberek is a másokat. Igen? Itt erre lefelé menni és elbolyongva. És találok egy olyan embert, biztos, mint maga? Biztos, van belőle bőven több. Egy szaladás, egy rohanás, ez az élet, elmegyünk egymás mellett, na, jó, nem van, tudjuk már megérteni, már olyan egy jó emberi kapcsolat. Érti ezt, hogy mindenki rohan? Hogy itt mindenki, hogy már az ember, a másik ember, már nem veszük észre? Hogy nem tudunk megállni, hogy megszűntek a barátságok, megszűntek az emberi kapcsolatok. Hogy elbeszélgetünk, hogy kifújja magát, mert nem lehet is. Hova tetszik ilyen? Mindenki rohan, mindenki szágul. Az emberek nem tudnak megállni, nem tudnak elidőzni az emberek. Hát kell egy kis megállj ebbe az életbe, adok én magának kettőt. Ne szégessünk el, hát nem igaz, hogy az ember a másik embert nem érti meg. Hát egy kis béke, egy kis nyugalom, hát kis bölcsesség. Miért nincs az emberekben, mondja meg? Miért ilyen a világ? Milyen haszonelvű, ilyen? Mindenki csak önösen keresi, hallják, egy kicsit kifújná magát, megállna, egy pici kis tallért, egy fogadjon el, egy falát, egy kis jó, kisebb vagy nagyobb. Tessék olvasni, művelődni, olyan fontos ez a Murphynek a törvénykönyve. Uram, nincs nyugalom, nincsen megállj, mindenki rohan, zaj van. Szalad! Hát miért lett ilyen önző a világ? Hát miért sorvadtak az emberi kapcsolatok? Hát miért nem tudjuk megérteni azt, hogy elidőzünk egy kicsit, és hát két generáció szót ért egymással. Hát bepisilek, hogy... Megkínáltam egy kis sós izével. Talléra, hát egy falat, hát csak a barátság kedvéért. Nagyon szívesen. Az ember siet. Szóval nem fogjuk föl. Látom, hogy annak egy fiatal ember, tulajdonképpen már ott vannak a ráncok, nem? Mik a dolgok? Lakás probléma. Lakás. Hát erre a lakásra egy ilyen Fabulon szemránc kenőcs az ember. Ismeri ezt? Hát pedig lassan kellene, mert az ember tényleg ha valaki nagyobb... itt a bölcsességre, akkor nincs ideje pénzt keresni. Nekem van egy filozófiám, amit boldogan átadnék, mert egy-két éve idősebb vagyok. Amit én is egy idősebbtől hallottam, hogy szemlélődni, megállni, szakítani egy időt. Bocsánat, elnézést. Szóval itt is az embert még itt se hagyják megnyugodni. Szóval hogy mondjam, cigarettázik? Nem dohányzik. Soha semmit? Nem. De a pipázás, pipa dohány, csak ez tényleg, ezt érdemes megszagolni. Érdemes, ez egy
egy fantasztikusan finom dohány. Kellemes, igaz. Ez egy kellemes dolog. Az emberek rohannak minden pillanat. Van nekem egy ilyen ember, nem olyan szerencsés, ismeri ezt a izét, ezt a... Ez a nátha valami? Nem a nátha, így be kell tenni az orrba, és akkor az a pipa izét. Ilyeneken múlik, hogy az ember, hogy mi van a levegőben. Hogy mi nyílik ki. Itt az asztóriánál elébe. Mogos dolog. Meg kellene, ezt fogja meg ezt a pipa dohányt egy pillanatra, mert ez tényleg egy olyan dolog, hogy nem igaz, hogy nem lehet megállni. Ismeri a pipázásnak a titkát? Kisebb vagy nagyobb pipát akar? Ezt például csak próbálj, nincs idő, hát miért? Siet valahova? Hova siet? Kettőre egy értekezetre kell menni. Egy rövid kis pipát szívjunk az iskoláját, ennek a béke pipát. Most akkor tudja, hogy kell megtömni ezt? Én megtanítom, mert ez... Soha? Tényleg egy olyan bölcsesség van ebbe, egy olyan fantasztikus dolog. Pillanat, mert ez egy ilyen karakteres pipa, ezt meg kéne próbálni, hogy ez hogy áll. Kézzel vagy teljesen? Nem tudom, így az új vegyet közé kell fogni, és amikor a világnak a zaja elül, amikor egy pici nyugalomban és tényleg még a kalapod is. Egy karakteres, esetleg nem tudom, hogy nősember felesége van, nem? Még nincs, de hogyha majd felesége lesz, akkor esetleg az megtömöm ezt, csak ne menjen, mert egy kicsit mellé megy. Tartsa ezt nekem így ki. Nem, jó, csak egy picit, egy ilyen 5 perces pipa, pillanat. Ezt nyugodtan szórja le. Picit. Na mostan én az enyémet is. Ezt eltettem ide. Látja, most is kapkodok, pedig ehhez egy nyugaz valódi bőr. Szóval ezek még használati múlttal rendelkező békebeli anyagok. Szóval ennél szebb dolog, ennél béke, most még kellene egy karosszék vagy valami. Egy karosszéket nem tudna hozni egy pillanat. És ügyesen tüzet adni, mert félek, hogy eloltódik. Megy a forgalom? Hála Istennek. Itt a gyufa. Próbáljon esetleg rágyújtani. Szerintem inkább halasszuk el, nem? Egy kicsikét, egy pipázás. Akkor van egy olyan béke, van egy olyan emberség. Akkor ezek szerint a pipa az lehet egy ilyen béke szimbólum, vagy egy nyugodtság? Igen, szóval a dohányzás az ártalmas. Azt egy pillanat próbálom, hogy tartsa. Hoppá, elő. Nagyon ügyetlen vagyok, mert már kapkod az ember, már ez se jó. Szóval ki kellene rekeszteni, nem lehetne leállítani a forgalmat, hogy egy kis béke, egy pici csönd legyen. El vagyok tévedve, és senki nem... Nem tud igazítást. Melyik centrumra szeretném? Nekem csak úgy általánosban mondták, hova tetszik javasolni. Hát ez a centrum, ez a központ végelménye. Hát most, hogyha elindul a Bajcsi-Zsirinszki úton, rengeteg áruházat, a centrum, hogy mit szeretne az út. Mert ez mind centrum itt. Egy kimondott centrum áruház, a Korvin is, a Rákóczi úton, a Divacsarnok, meg ezek itt sorba. Ez mind centrum áruház, ha áruházba akar És menni. Melyiket tetszik? Áruházat tetszik javasolni, mert nincs konkrét célom. Hát nem tudom, hogy mit szeretne vásárolni. Hát nem biztos, hogy vásárolni szeretnék. Csak azt mondták a keletibe, mert ott is el voltam tévedve, hogy jöjjek be a belvárosba, a centrumba, és majd itt aztán majd... Beindul az úr, itt mindenhol centrum van. És hol ha talál... Ha a Váci utcába megy. El vagyok teljesen tévedve, nem baj. El vagyok teljesen tévedve. És pedig? A keletiből jöttem, mondták, hogy jöjjek ide, itt is el vagyok tévedve. És hova lehet menni, ahol nem vagyok el tévedve? Talán haza. Hát már valaki mondjon már valami támpontot, hát tessék már megmondani. A keletinél indultam, itt nem igazít útba, itt is el vagyok tévedve, ez nem tudom, hogy hova akarok, mert el vagyok. Ilyen állapotja nem volt senkinek, hát senki nem érti ezt meg. Hova akar, valami igazolvány van, ahova el akarunk, mert akkor megmondanánk, tessék valamit mondani, hogy hova, és én szót fogadok, és elindulok, de ha senki nem mond semmit. Munkába megy arany, és munkába? El vagyok téve, munkába is mehetek. Dolgozték, de nem konkrétan az, én bárhova megyek, csak mondjanak már valamit. Hát ő
Hát a legjobb aranyos, ha bemegy egy presszóba, megiszik egy kávét, mert az én édesanyám is szokott így lenni, de az 79 éves. Lassan a kávét, akkor már minden napot. Az én édesanyám is édesanyám, hogy nem tudja megmondani. De az orvos azt mondta neki, hogy a legközelebbi presszóba menjen be, üljön be, és igyon egy kávét. Mert nagyon alacsony a vérnyomása, és akkor... akkorára helyre jön, és eszébe jut, hogy hová akar. De én nem, hát én szellemileg teljesen friss vagyok, nekem hát semmi. Hát az anyám is friss, de hát... Hát ahogyha az ember eltéved, az ember eltéved... Az is ugyanígy van, hogy eltéved. Ez nem érelmesesedés, én nekem nincsen semmi konkrét bajom, én csak azt a kicsit érzem, hogy, nem vagyok, hogy el vagyok tévedve. Hát jöjjön velünk a keletig, és addigra. Jó, köszönöm. Tulajdonképpen mit szűk? Az én fekete tollam. Mit keres állandóan? Akarok rajzolni egy négy. Rajzolj egyet, rajzolj. Négy levelű. Na de várj, adjatok egy fehér papír. Nem, ide. Na de az, hogy a kamerának rajzol. Ja, nem, ide rajzol. De a kamerának rajzol. Úgy, hogy a kamera is lássa. Rajzold oda. Tekintve, hogy ezt az ördög albumot, amely 80 ördög rajzot és írást jó tartalmaz, neked dedikálom, úgyhogy most rajzolok egy ilyen dedikáló rajzot, és ez az ördög, ez a négy levelű lóhere, szerencsefülű ördög lesz, ez itten, ez a füle, de ez olyan, mint egy négy levelű lóhere, itt a csimbókja a szára, és akkor itt jön a szarvacskája, homloka és a orgasóra. Milyen? Horgas. Hát ilyen ördögor, ilyen sátáni orr, most a nyelve, és akkor itt jön a szakála. Na most ide. És ide jön a másik ördög. Még hasonlít is rám egy kicsit, nem? Te nem gondoltam, de hasonlítson. Ez most micsoda? Ez is egy ördög, azzal a különbséggel, hogy... Tessék, csak nyugodtan, szabadtéri tárlat van. Azzal a különbséggel, hogy ez a fületlen ördög, ez a... Így születik négy, egy alkotás. Nem, ez így születik, fülű, ez nem kabari, ez több annál sokkal. Ez pedig a fületlen... Érdemes figyelni, hogy hogy születik az alkotás. Tetszett ismerni Vörös Géza festőművész? Igen, de ez hogy jön ide? Ez a nagybátyám volt szegény. Na, kicsi a világ, de most hagyjuk az alkotót. A szatyorra vigyázzatok, gyerekek! Na, akkor ezt... Aki az életét áldozta. A ma embere már 5 percet se áldoz, már 2 percet se, egy figyelmet nem áldoz, mert az is egy áldozat, hogy te mostan ide jöttél, és megálltál, lekésted a vonatot, itt az a pillanat, amikor az úgynevezett magas művészet, az találkozik valami nagyon egyszerű hétköznapi igényel, hogy ebben a direkt világban, ahol 2x2 van, és valahonnan megyünk, és valahova jutunk, és ilyen metrókba eltűnünk, és minden, hogy itt most születik valami ajándékot, szabálytanú kapunk, nem? Ez az, ami még élő, mert a másodperc szüli, ez egy ördög, hogy? Tessék megnézni nyugodtan. Mindenütt vannak az utcán is ördögök, tessék vigyázni. Na most, meg a művész urat, hogy ő egy angyalt milyennek lát. Nem, a szodról vagy onnan tetszett jön? Kistárcsáról. Na. Jézus meg az angyalok, akik jó. Így van. Szűzanya. Na, egy nagyon szép angyalt is rajzolj az ördög mellé, hogy ki a ma angyala? Ezek az ördögök nem viselik el az angyalt. De hát kell, mert... Együtt vagyunk, ezt írtam, együtt vagyunk a...
Bocsánat, elnézést. Óvakodjunk a zsebtolvajoktól sorozatnak. Próbálunk egy ilyen sorozatot. Hogyan védekezik, vagy hogyan próbálna védekezni ezzel ellen, mert tele van az utca ilyen zsebtolvajokkal. Fogalmam sincs, először tudom, hogy valaki megfogta a táskámat. Jaj, bocsánat, csak óvakodjunk a zsebtolvajoktól címet csinálunk egy sorozatot. Önnel nem állok szóval. Köszönöm szépen. A keretben tűnik van az embereknek, ez a gond. Bocsánat, óvakodjunk a zsebtolvajoktól. Nem érdekes. Ne arra, hogy jön, csak egy sorozatot csinálunk. A reakcióra voltunk kíváncsiak. Ön hol tartja a pénzét? Itt a kezemben van. Biztos? Igazsága mennyi? 1500. Ott nincs semmi? Tele van a Váci út a zsebtolvajoktól. Mire fog madarat? Mire kerek madarat? Nem madarat fog, hanem védekezünk a zsebtolvajunk ellen, és hogy figyeljük az embereket, hogy milyen felletesek, mennyire nem vigyáz, ugye? Hogy tele van, én nem is rég láttam a Váci szak, ez nem ilyen ügyetlenül, mint én. Igen, igen. Mert én ugye szándékosan egy kicsit durvábban csinálom. Én mit tudom, én olyan helyzeteket teremtek, hogy ezek a helyzetekben, hogy feltűnik, nélkül nem lehet elemelni tulajdonképpen semmi. Mert hogyha ez, aki mondjuk nem veszi észre, és mondjuk egy kicsit gyanúsan, most tetszett látni, hogy belenyúltam, igaz? Észrevétlenül. De az egyik kesztyűt azért már visszaadom. Mert már nem tetszett figyelni. Régebben nem volt ennyi zsebtolvaj, ugye? Vagy volt? Hát köszönöm szépen, más kérdezik, nem vettem el. Ezt érdemes pedig állni, hogy tetszik látni. Ezt. Miért? Hát benne van 11.000 forint. Újság, ablak a nagyvilágra, egy az egybe újság. Legigazabb újság, tessék parancsolni. Újság, ingyen újság. Egy az egybe újság, ablak a nagyvilágra. Tessék szívesen nézni, ablak a nagyvilágra, újság. Ön is benne van, érdekelt az újságban. Magyar nemzet, tessék. Tessék elolvasni, a sor közök ki vannak tágítva, lehet a sorok közül is olvasni. Tessék megnézni, hogy vajon hülyen ábrázolja az életet, nézze meg a terektőnek. Én az szép. Látni, benne van a legfrissebb eseményekkel. Legfrissebb. Szóval november 11-e mai újság. Nem tudom, már nézzünk meg egy, mit tudom én, egy 50 forintos, hogy mennyi most az árfolyama, mert 5%-ot azt hiszem lejjebb. Krónika. Hogy mit ír a napi krónikában, benne van-e az 50 forint, azt kellene. Leérték, tartsa oda mögé, hogy a forint hogy viszonyul a napjás. A mentő, ez már valamit olvasott ebből a embermentő. Tessék, fiatal ember, hát maga még a jövő érdeke. Szerintem nézze meg már. Megvalva, az mind egy meggondolatlan elmélyű ember lehetett, aki a magyar nemzet újságát ennyire így leszélyelíti. Hogy lesz? Kivágni ekkor a darabot belőle, ez nem szabad. A magyar nemzet arról szól, a népnek a
az okosítása, gazdasági, politikai, ideológiai helyzetet, felvilágosítása, nem pedig a visszakokosítása. Ez mellékletben megvan külön, de még igen. Pluszba, ez nem kivágás, igen. Ez hozzátevés, mert tessék nyugodtan átnézni, most még szokatlan igen. A dolog. Igen. Tulajdonképpen ezen a részen keresztül a föl tetszik tartani, én nem igen. Tudom, csak ez maga látja. Keresztül... Tessék átnézni azon, igen. Átlátni. Igen. És egy az egybe, tessék, mert ez a Népszabadság ott van mögötte. A magyar nemzetben egy újságér, tulajdonképpen egy árér megkapja maga a magyar nemzetet is, meg a Népszabadságot is. Igen. És plusz még, ami frissen most történik, igen. Az is benne van. Tehát a legfrissebb aktualitás. Igen. És pillanatonként változik. Igen. Értem. Tehát ennek a lényegét olvassuk, hogy magyar nemzetet is... Nem, az, hogy próbáljuk az újságot napra készen, percre készen, frissen úgy hozni, sokan a sorok között olvasnak, akkor kitágítjuk a sorokat egy kicsit, és ez egy ekkora kitágított sor, ezt így is föl lehet fogni. Meg tessék megnézni, ez fekete-fehérben van, ott az már színes, tessék megnézni, hogy elmegy éppen egy ember, már benne van az újságban, még nem szokta meg a szem azt, hogy itt tulajdonképpen... Hogy mi is van a háttérben. Igen, és hogyha elmegy Záhonyig, akkor átlát a Szovjetunióba, elmegy Hegyeshalomig, és ott föltart ha az újságot, akkor átlát már osztrák területre. Devizamentesen. Tehát most nézze meg engem, igen. Most én ritkán kerülök bele az újságba, és fénykép meg fotó ritkán van ebbe az újságba. És most lát engem egy az egyben? Igen. Pontosan lát? Mit igen. Lát? Igen. Az orromat meg igen. Tudnám mutatni valahol? Meg. Na, nyúljon egy egyik kezével. Jó van. Ha nem tetszik a képen, abban a pillanatban megjelenik egy következő kép. Most hadd nézzem meg én is magát. Na, tessék átjön a másik, nem baj, hogy egy picit az lemorzsolódik. Akkor azzal tessék engem nézni, ha már önnek is van egy. Nekem is van egy. És ugye két lap között is tessék be átmenni egy pillanatra itten. Valaki menjen már át, csak így erre, mint hogyha... Látja, és ebben a pillanatban már átment oda. És most én ezt le is veszem, és a napi krónikába az orvosi könyvesbolt nyílt kedden Budapesten, most van szerda, és már maga ott van benne. És nagyon örülünk magának, hogy látjuk magát, és maga is lát minket. Igen, és nem is vagyok őszintén a szégyellősem, hanem bátor vagyok, sőt örülök neki ennek. Az egész életem már 27 éves vagyok, és életemben egyszeresebben szereplek a magyar televízióban. Köszönöm, és az újságban igen, is benne van, igen. És az újságról azonnal igen. Tulajdonképpen igen. Tudósítást ad a televízió igen. Is. Tehát... Örülök neki ilyen. Itt mindenki idegenkedik a dologtól, csak azt szeretném megkérdezni, hogy ez a ronda esős idő, mit szól ez a iszonyatos esős idő, mert tényleg... Elég borús van. Na most megtenné nekem azt, hogy ezt írásba adná? És ez milyen alkalom? Csak az, hogy esős idő van, ide írjuk magyar televíziónak. Igen, és hogy... mivel szerepel? Ez nem szerepel, csak esős idő van, és szeretnénk dokumentálni. Ez egy ilyen papírország, minden dokumentálni, hogy eső van. Ön szerint is ronda esős idő van? Megválasztom. Csókolom. Ugye milyen csúnya esős idő van? Maga esés. Sajnos ennél jobbat nem tudok kitálni. Tessék már írásba nekem. Kellene legalább 4 aláírás, hogy esős idő van. Tényleg, hát tessék, mutassátok meg már a kamerával, hogy esik az eső. Hát én tényleg nem beszélek, mert... Tessék már aláírni nekem. Ne haragudjanak már, egy másodpercre, ne haragudjanak már. Televíziótól vagyunk, és több embert megkérdeztünk arról, hogy ugye milyen ronda esős idő van. És senki nem adj írásba, adja már, hogy egy hivatalos íráson, hogy tessék már csak a hivatalos írásra, hogy ronda esős idő van, és hogy rákonatom. Most azt, hogy ronda esős idő van. Igen, ronda esős, hát az van, hát hogyha már önök elismerik, hát tetszenek látni. Addig tessék ideadni ezt a hívot. Ronda esős idő van. Gyere rá, izére, hogy látszódjon az írás is.
rondes, és a dátumot, hogy nehogy aztán az legyen, hogy mit tudom, meg egy ilyen borulátó ember, és holnap kisüt a nap, és akkor itt félreértik az egészet. És a fokozat, oda tessék azt. November 9. Már november 7-e is elmúlt, nyugodtan alá lehet írni. Tessék? Tessék szívesen. Rond elsős időm, és a fokozatot is tessék oda. Nagyon szépen köszönjük. Ennyi volt az egész. Miért kell idegen? Jaj, bocsánat. Milyen jó a kiejtés. Az a hülye. Egy olyan híradót kellett már csinálni, hogy gyönyörű, szép, napsütéses idő van. Ugye milyen gyönyörű, és ezt gyakoroltam be. Erre elkezdett esni az eserre. Mit lehet csinálni? Betelefonáltunk a tévébe, és engedélyt kértünk arra, hogy ugye milyen csúnya esős idő van. Azt mondja, tényleg az van? Mert onnan bentről szebbnek látszódik. Uram, maga most először mondana valami valótlant, férfiasan? Hogy hívják a Lenin körült a 10 év múlva? Nem tudom. Nem bízik a rendszerbe vezető állásban, Lenin körül. Én vezető állás, úgy nézek ki, akkor esőről írok. Nem tudom. Kép helyett 4 év alatt 3 ember 2 vegyfizetésé meg is fogjak, majd gyakorolja ki a modernő, aki zuhanyozik, nem lesz, de salva nagy, bele van nagy seggelepörög, hogy salva nagy. Melyik televízió a jobb? Csönd. A nő minden nap a natalos egy hónap egy színes képet ad házán, mert az idegen nyugat a készülő, a szomszéd elvesz a készülőket. Mi a legnagyobb a világon a női kombi, van benne két legobba, tökhetségi, győsedő, csillatos, bidózban. Meghalt két rendőr, mit hiszek a fejfajára? Lehunta 4 szemét, a 2 szemét, mi maga felesége a küszöbön, hát mindenkinek valakata nincs otthonos suskó. Én, hogy akarjak megvalósítani, ja, ma mondtam, édes nem vagy ilyen, de csinos, hogyha a néves, hogyha 3 hétig nem veszek ilyen szép asszonyokat, veszek ki öltöztetőnöket, a férfiak rég udvarul öltözteti, az úgy megvetköztető, hogy öltöznek a nőkot, és a talpére vetköznek ki a modern, aki zuhanyozik, 6000 viccet tudok. Mondja még egymás után! Ne álljon le, gyorsan! Mi jár két rendőr együtt, egyik én, tud másik olvasni, én nem el 3 számmal is tudom, megy a rendőrnek, mi jár velük a kutya, hogy értem, és is legyen köztük, mi most, mikor villamlik, azt hiszi fényképeznek, mi megy a falaléviak a fényképet, mi maga a felesége a küszöbön fart, mindenkinek valakata nincs a turnatuskó, meghalt két rendőr, mit értek a fejfajjal? Lehunta 4 szemét, a 2 szemét. Na még, gyerekek, gyere, hallgassuk! Ja, rendőr, itt az közösség anyag, nincsen semmi baj. Itt az anyag, ne légy anyag, én is ittam, tegnap meg is lasszik rajtam, 3 hétig nem veszek közben, azt mondta, veszek újra nősök, ha haszhoz megyek, lehet udvara, telke, mindre villan, hogy kapalni, nem szeretek kapalni, annak rendőr. Nem baj, az nincsen semmi baj, mondjuk! Köszönjük szépen! Nem tudom, tessék a hölgyet megkérdezni. Hát egy olyan 600 forintot tudok adni. 600 forintot tudok adni. Tudik, egy kicsikét ugye ez a nagy mint, az már kiment a divatból. Tiszta új, azt látom, de kiment a divatból, ezt már nem veszik be, 800 forint rendben van? 800 forint rendben van? Tudik, az van, hogy nem pecsétes ugyan, de ez ugye ez a bélelés, ez teljesen külön megy egy olyan. Én nem tudok többet, 1000 forintot, mert azért... Hogy mondjam, egy ilyen használt ingatja van, egy 1000 forint, rendben van? Jó lesz? Nekünk is megvan a plafon, szóval nem tudunk. Nagyon egy 1200 a végeredmény, jó? Köszönöm szépen. Növicipő, ez hányas méretben? 38-as. 38-as cipő, hát az a talpazim, az betetszik is, mert hogy már nem a legjobb a talp. Igen, hát mennyit tetszik gondolni érte? Nem tudok. Nem tudok sokat adni, nem tudok. Nem tudok sokat adni. 300, jó? Egy ezért, és ezért is 300. 2600, tűnik teljesen ez a, egy ilyen kikopott kézékisítőm. Használt, mert ezt el kell adni nekünk még egy olyan, jó? Egy olyan 800 forint. Rendben van? Jó? 800 forint, ugyanis, hogyha megtetszik nézni, az eléggé ki van taposva ez a bélés. Följött már. Ez már araposan le lett strapálva kicsit, egy olyan 1000 forint. Jó? 1000 forint, mert
tessék nézni, és még azt hiszem, hogy betét vagy valami hiányzott is belőle, tehát egy olyan messzebb is tartom magam, tehát egy 1200 forint. Jó? Jó, rendben van? Megtetszik elég ebben. Nem tudunk többet adni már. 1500 legyen a vége, és akkor rendben van. Jó, rendben van? Mi az, amit adna a drága Mikulás bácsinak? Állami Mikulás bácsi vagyok. Valamikor egy jobb módú Mikulás voltam, most már csak egy ilyen állami télapó bácsi lettem. Üres a puttonyom, nem lehetne valamit. Meg lehet nézni, tessék, üres a puttonya a Mikulás bácsinak. Gondolom, hogy van család, van gyerek, ugye, hogy szeretne valamit adni, hát mostan. Én, hogy a más gyerekeknek, persze, üres a Mikula, tessék meg, tessenek beletenni valamit. Egy jól menő butik ez, tessék egy kicsit. Ruhát vagy valamit. Ez az állami kölcsönzőből van. Ez nem butik ruha, ez állami kölcsönző. Szeretnénk valamit adni, milyen... Ezek a gazdag emberek, ezek ilyenek, igaz? Na mindegy, mindegy. Ne is söpörjön előttük, mert... Menjünk tovább. Megyünk a Mikulás bácsi, menjünk valahol, ahol valami, mert ilyen nagyobb dolgot a Mikulás bácsinak nem ad valami? Tessék a puttonyba, ide tartozik? Oda tartozik? Akkor ezt beletesszük, nem? Oda adja, adakozásba. Tessék beletenni nyugodt. A lángost is. Köszönjük szépen, megyünk tovább. Esernyőt is tessék beletenni a Mikulásba. Menjünk akkor, menjünk. Menjünk tovább, oda tetszett adni ezt a Mikulást. Menjünk akkor tovább. Köszönöm szépen, tessék szeseni. Beletenni, köszönjük szépen. Ilyen jó adakozása, nagyon szépen köszönjük. Vannak még jó emberek, köszönjük szépen, az állam nevében nagyon szépen köszönjük. Hát akarunk a gyerekeknek adni valamit, és most megfordult a kocka, ugye mi kérünk. Most már tele van lassan a puttonyom, de úgy, hogy közadakozásból, ezt még meg kell tanulni, mert egy új fogalom. Itt esetleg, hogyha valamit kaphatnánk, egy kis paprikát, paradicsomot. De hagymát ne tessék a gyereknek adni. Paprikát! Köszönjük szépen a répát, tessék szívesen. Répa, retek, mogyoró, korán reggel, ritkán rikkant a rigó. Kis madarak, mit tudtok adni, drága kis madaraim? Magyar madarak. Édes kis csillagom. A boldogság kék madara az bizony elrepült. Menjünk, ne tessék tovább enni, mert Mikulás jön, tessék szívesenni valamit adni, tessék szívesenni valamit beletenni, nem mustár, üveg visszaváltó, nagyon jó, visszük, tessék, tessék, nem baj az, köszönjük szépen, Mikulás bácsi, köszöni, igen. Keresi a Mikulás! Nem kell. Tudom, 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 tudom. Tessék szépen valamit beletenni a Mikulás bácsinak. A gyerekeknek szeretnénk ugye valamit adni, és összegyűjtjük Mikulásra. Köszönöm nagyon szépen, áldja meg a Jóisten. Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük a Mikulás bácsi. Mennyi gyereknek lesz jó káposztát, cvekedli? Kicsit az üzenni meg ugye a önoda is. Elvesznek belőle, lehet utánfutója van már az állami Mikulás bácsinak. Tessék esetleg ezt a kalapot odaadni a gyerek, hogyha fölnő, hogy legyen neki kalap. Kis húst tessék már adni ez a káposztához, mert savanyú a gyereknek önmagába egy kis állami Mikulás. Tessék valamit ide beletenni a puttonyba. Egy kis jó cselekedet. Köszönjük szépen. Ne tessék elvenni a gyerekek Mikulásából. Ezt kapod Mikulásra, kisfiam. Köszönjük szépen, Annuska néni, a gyerekeknek. Önnek is vannak, gondolom, gyerekei, una. Jaj, ne tessék a gyerekek. Jó van, nagyon szépen köszönjük. Menjünk tovább. Lessünk csodát, egy kis halat is. Kezi csókolom. De igen, víz, hogyha beletetszik a puttonyba tenni.
Köszönjük szépen! Nem vállaljuk, tessék csak! Tessék, tessék szívesen, már egy lángos van benne, lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, de mert hihettünk. Márika néni, várjon egy kicsit! Hát csókolom magának, semmi se drága, saját maga adakozzon! Lári Fári! Megyünk tovább! Mikulás bácsinak azt az 1000 forintos nagyon megköszönnék. Odaadja! 2000 forint! 3000 forint! Nagyon szépen köszönjük! Nagyon szépen, jó egészséget! Tedd be ide, kisfiam, puttonyba! Nagyon köszönjük! 3000 forint! Gyertek, drága kis csillagjaim! Te meg, jaj, te vagy az operatőr! Szerbusztatok, évén mögött, kis Mikulás gyerekek! Na gyertek, menjünk csak tovább! Elnézést, üdvözlöm! Tessék! A Mikulás vagyok! Tessék szívesen itt kinyitni! Hát én nem nyitom ki, ha nem tudom, hogy ki az. Hát tessék megnézni, a Mikulás vagyok! Kit keres? Elnézést, Tessék! Csókolom, elnézést a zavarásért, a Mikulás vagyok! Önöket keressük. Tessék megnézni, hogy a Mikulás vagyok. Megszakadtunk, csókolom. Itt vagyok. Üdvözlöm, tényleg a Mikulás vagyok. Nem? Halló? Igen? Tetszik hallani? Igen, hallom. A Mikulás vagyok, tessék szeresenni kijönni. Én nem tudok kimenni, mert Pici baba van a házban, és nem tudom itt hagyni. Ajjajjajjaj. Engedni meg nem tudom, mert kutyák van. Jó, jó, a kutyától én is félek. Na most elnézés egy pillanatra. Hát, mégis a Mikulás vagyok. Tudom, láttam. Tetszett látni? Igen. Értem. És nincs valaki, aki ki tudna jönni? Nincsen a házban senki. Ez borzalmas. Miért? Tessék, hát mert a Mikulás vagyok. Hát nem, nem elkéstem, hanem előre, hát tervezés van. Jó, hát köszönjük szépen, de hát... De jól megtetszett nézni, hogy a Mikulás vagyok? Igen, láttam, hogy a Mikulás. Értem, tessék a gyereket megkérdezni, hogy esetleg... Gyerek van, uram, mindig gyerek van. Értem. Viszont hallásra. Hát, én nem tudom, mikor beszélgethetnénk máskor így kaputelefonon. Hát, sajnos nem aktuális, mondom, nagyon kicsi a gyerek. Hát nem aktuális, de hát mire megnő a gyerek... Az... Hát addigra meg jön majd másik Mikulás. Szoktak járni ide mások is? Igen. Hát, pedig hát... Én úgy tudtam, hogy ez egy ilyen külön, hát rész nekem is 2-3 helyem van. Viszont hallásra, ne haragudjon, de dolgom van. Hát én is a dolgomat végzem, mert hát Mikulás vagyok. Viszont hallásra, uram. Kezi csókolom. Üdvözlöm, tisztelettel, a Mikulás vagyok. Mikulás. Nem tudok keresztnevet mondani. A Mikulás. Miért menjen a Mikulás el? Miért? Nem vicc, kezi csókolom. Ha kitetszik nézni az ablakon, majd letetszik önnek, megtetszik látni, a Mikulás vagyok. Igen, és mit akar? Tessék szívesen lejönni, mert hát kaputelefonon nagyon nehéz a Mikulásnak. Ez egy ilyen... Na de ez egy előzetes, épp az elmondanám, hogyha kitetszene én egy pillanatra. Csak ide a rácsos kerítésig tessék kijönni, hogy az ablakon kinézni, megtetsz... Nincs itt van a ház, úrnő.
szülője, hogy úgy mondja. És az illetékesebbet megbeszélni, nem a nagymama. Én nem egy ilyen hétköznapi Mikulás vagyok, hanem egy állami Mikulás vagyok. Igen. És tulajdonképpen én mostan, hát épp azért vagyok itt, hogy ahol tudok, valamit Mikulásra, ugye most az állam egy kicsikét az állampolgárokhoz fordul, hogy én szeretnék kérni valamit, mert hogy tudjak aztán Mikulásra ajándékozni. De nem gondolja, hogy még februárban, vagy március, hogy valamit tettette? Hát előre van tervezés, most 2-3 évre azt mondták, hogy most nehezebb lesz egy kicsit össze kell húzni, és ez nyilván a Mikulásra is érvényes, és azért, ahol tudunk, azért valamit megpróbálunk. A legkisebb dolog is jó, de ugyanakkor egy elég nagy puttony. Nem fogom azt mondani magára, hogy mit adok. Hát azt kell... Beszélem a lányommal, és akkor majd... Esetleg valami olyan, mert hát az ószeres, azt tetszik ismerni, az már lejárt, és hát ilyen millióbe, hogyha... Nem, mert az ószeres az egész más hangon beszél, azt mondja, hogy es oszés, kudulátszi, kődi, kutat, mindent vesz. Esetleg már tetszik sejteni, hogy mi az, amit remélhetünk? Én nem sejtek sem. Hogy mégis... Nem mondom a lányomnak, hogy maga mit kért, vagy miről beszél, tehát itt nem is adományról van, nem is arról van szó, hogy maga eljön Mikulás között a gyerekeket meglepi, vagy kutonya jön, hanem maga valami gyűjtésfélést rendez, az igazolni fogja állami ember maga, és maga. Én maga az állam vagyok, magam. De szóval én kérek arra, hogy valamit az állampolgár Mikulásra nekem adjon. Maga egy nagyon tág fogalom. Miből tetszik gondolni, hogy én egy tág fogalom vagyok? Ez nekem egy picikét rosszul esik. Tessék elinni egy beesett mellkassal és egy csapot vállal állok, mint tágfogalom. De én nem magánemberként kérek, én a magánembertől kérek. Most független... Magánembertől meg kell megszokják indokolni, miért, és nem egy Mikulás, és még azt sem mondja, hogy... Na most egy Mikulás mit képvisel? Hát ugye fő... Arra gondoltam, hogy összeszed valamit egy más gyereknek odaadja, nem? Maga számára. Nem a saját számomra, dehogy. Én majd mondom ezt a lányodikkal, veszeszéli esetleg este 6 órakor. És esetleg, bocsánat, hogy még egy pillanatra föltartom, de esetleg másoknak is tetszene szólni, hogy ne kétszer-háromszor kelljen jönnöm? Mit szólnak én másnak? Nem gondolja, hogy bemegyek a szomszédba, esetleg a követségi épületbe, és akkor azt mondom, hogy hát na most itt van egy Mikulás. Hát ezt lehet illusztrálni. Szóval a Mikulás szó mellé engem mellékelni lehet. Ez a világon mindenütt egy bevált dolog. Szóval nagyon jó kapni, de nagyon jó adni is. Azért azt tessék elhinni, én kamaszkoromban nem akarom tényleg föltartani. Olyan 13 éves lehettem, amikor... Szóval én mindig jól akartam járni, de most már az van, hogy nyilván azért önök is kiköltekeztek itten. Ezért nem semmi, ez egy csodálatos dolog, és örökölni ezt már nem lehet, ez csak tényleg a leleménnyel. Na azért kérdezem, tényleg nem akarok se indiszkrét, hogyha esetleg én is tudnék valamit segíteni. Hogyha itt látok, be van zárva itt egy... Hogy mondják ezt magyarul? Garázs. És ha esetleg ott egy olyan komolyabb kocsi vagy valami volna, akkor én nem tudom, hogy nyilván szupert, de hogy olykor esetleg alkalomattán, vagy momentán el annyira, hogy szinte gyanán. Szóval, hogy nem akarok a saját szavaimba ölteni. Szóval, hogy esetleg, ha áll az a kocsi, mert kiüresedtek, mert van olyan, hogy megálltak egy idő után, és mostan nem tudnak tovább lépni, szóval... A-tól B-ig? Nem. Éppen fordítva. Hogy esetleg, ha olykor, ha nem tolakodó ez, egy kis benzint hozzak, hogy hát, mert itt ugye azért... Hát
És ahogy tetszett kifejezni, hogy a ház úrnője az hány óra felé jön? Mondtam. Az is lehet, hogy esetleg már most is itthon vannak? Miért? Az úrnő az olyan szigorú? Nem egy ilyen kaputelefonbetyár vagyok, menj, nyomni kell ám. Tényleg? Ez? Szóval akkor annyit tessék csak mondani, hogy Mikulás. Ezt tudom nekik mondani. Jó, és Mikulás ruhába jöjjek akkor is? Kérem, majd megnézem magát tötről. Tessék szersen, most egy pillanatra kinézni, akkor állapodjuk meg, hogy én most... De most tessék megnézni, hát ha besötétedik addigra, most tessék megnézni, mint Mikulást engem. Köszönöm, csókolom. Előbb volt, mint minden. Nem a maga mások éve. Hát hogyne, ez egy maszek, fő taxi van kiírva. Ez is fő taxi, csak át lesz majd írva. Hát honnan tudja, hogy én nem fő taxi vagyok? Előbb jöttem ide, uram, ugyanez, csak még nem sikerült átírni. Én nem maszek taxi vagyok. Tessék már elvinni nekem! Hát különben elsőjétől kezdve ezek ugyanolyan főtaxik lesznek, mint azok. Hát nem teszed a rendeletet olvasni. Jó, igaza van. Tessék az ellenőrkét! Tessék, idején is megbeszéljük szépen barátságosan! Jöjjön be egy percre. Itt látok egyet. Dob utca 4? Igen. Hanyadik kerület? 5. Tanács körülkötte, hogy ott. Pillanat. Bajcsi Zsirinszki. Azt nézem, hogy nyakor ezt bekapcsolja. Hát találkozott, hogy ez a... Miért? Ez a rükver. Az alapdíjat a 8 forintot kérlek, és a bátyámé a kocsi és a gyerekhez ment, addig volt, hogy várja ki. Az alapdíjat tessék tesej megfizetni. Csókolom, hova tetszik fel? Szalma Rózsa, egy tolme, nem ír ez a tolme. Szalma Rózsa, szóval hol van az, merre van az? Na mindegy, megpróbáljuk valahogy. De mirabeli kerület, akkor miért jó? Hát azt, hogy tudom, hogy merre van. Merre megy? Jó, igen. Várjunk, így vagyunk. Üresbe. Pillanat. Haj, gyűjj. Nem látom át az egész taxit. Gyűjj. Szalma Rózsa utca. Te tudod vezetni? Jaj. Ez megvan, pályaelhagyó vagyok, ilyen villamos is van itt. Mérnök, csak másodállásba csinálom. No.
Mit csináljunk, mit csináljunk? Ez micsoda? Hogyha ezt nyomom, ezt tessék, ezt a középső tessék megmondani. Ezzel, igen, tessék, ezt erősen fogni. Talán, hogyha jól, hogy jól csinálja. Na, egy, ne tessék egy kicsit, mert a bátyámi a kocsi tulajdonképpen. Én ugyanis nem tudok vezetni. Nem tudok vezetni, jó? Tessék, de előre ülni. Tessék beülni. Tessék becsukni az ajtót. Biztonsági övezet. Tessék tenni a holmit nyugodtan. Csak úgy, hogy a rendőrök miatt tették őket. Na most, hova tettek pontosan? Igen. Ajjajjaj. Pillanat, adunk neki egy forgást. Ez így biztos jó lesz. És akkor ezt foglaltra állítom. És akkor ez a fék. Hajd, megindult? Nem. Új, Krisztel. Nem spécseltem el, ugye? Igen. Hátra felé induljunk? Megyünk. Pillanat. Ezzel adom, a féket erősen nyomom, akkor ez a rükver. Index, dehogy nem megy. Csak az van, hogy pályaelhagyó vagyok, és villamos mérnök a tisztes foglalkozásom. Egy erősebb féket. Nem, valami berre. Egyeztessük az óránkat, mennyi az idő? Odaírjuk egy perc, sajnos nem tudok vezetni. Hát akkor meg úgy akar, hogy elmegy. Nem, hát a bátyám a gyerekre vigyáz, és addig megkért övé ez a tulajdonképpen. De hát akkor nem megyek el én mellé, nekem úgy kell sietnem. De hát tesszik ülni, és elteszik vezetni, és akkor... Ja, hát dehogy viszont az fogok nem... tudni én is vezetni. De nem azért, hát nem azért menjek, már így az megmondom. Alapdíjat azért tessék, tessék, hogy kifizetni a 8 forintot. Alapdíjat tessék szíves lenni, ott oda van írva 8 forint. Hát egyébként azt nem tud vezetni, ilyen szerencséje egyszer van az embernek egy életben. Elmondhatom? Filmet szeretnénk készíteni. Minden ember egy csoda címmel, és önökre gondoltunk. Korán? Igen, sok ember közül. Itt állok másfél-két órája. És? Rán gondoltak? Tessék mondani, minden ember egy csoda címmel, mi az, amit elmondhatunk önökről? Szépet és jót szeretnénk csak. Hát azt hiszem, hogy rosszat... Egy kicsikét, mert rosszul hallok. Rosszat nem nagyon lehet. Mert nincs bennünk rossz. A rosszat eleve el. Távolítjuk magunktól. És esetleg azt a titkot tessék megmondani, azt a jól fogalmazok, hogy egy bölcsességet látok önben? Egy nem mindennapi ízlést, egy olyan jóságot, egy olyan megértést. Van egy olyan türelme, és egy ilyen békéje. Nagyon nagy türelmem is békén van. Nagyon. Tényleg van? Ez most határozottan. És ez születésétől van? Igen. És ez mi? Ez hogy? Nem tudom. Az anyukám is ilyen volt, gondolom, hogy attól örököltem. Az édesanyám. Szóval érzem, hogy már most egy bennem egy ilyen, mintha hatni tetszene rám, egy ilyen megnyugvásom van. Tényleg? De ezt már nyilván nem én vagyok az első, aki mondom. Nem tudom, lehet, hogy mondták már, de nem figyeltem még föl ennyire. Szóval, hogy valamit érzek, hogy
Komolyan mondjam, most ezt... Hát miért? Hogy, úgy tűnik, hogy mint aki... nézek ki kívülről? Nem, ez demonstrál. Nem, ez nem csak külső. Hát a külsőn is rajta van, mint egy ilyen viasz lenyomat, de a belső. A belsőben van valami, ha beteg lennék, például önre bíznám magam. Nem. Ön milyennek lát engem? Szakál egyáltalán egyébként ön? Nem irítál, mert a fiamnak is van szakál. Sőt, azt hiszem, hogy a sárám, ne menjen, sárám. Madarakkal játszik. Ezért nem, szóval nem taszító nekem. Ne menjen messzire, tudod, mert a mama akkor ideges. Hát, ha a gyerekem nem nagyon messze mehet. Elveszett tőlem, és akkor... Isten, na tessék mondani ezt a szakál dolgot, mert ezért... Szóval ez a szakál dolog nálam olyan, hogy olyan közép határon van, olyan közép határon. Szóval van, amikor szeretem embereknél a szakállat, van, amikor nem. Na most férfiasan, az butaság, hogy ezt kezdem, hogy férfiasan, de én nálam hogy van ez? Fagyi! Önnél egy jó benyomás kell. Egyébként jó benyomás. Tulajdonképpen egy jóképű ember benyomását keltem? Nem a jóképű. De mondjuk egy olyan csinos ember vagyok? Azt azért nem lehet mondani. Azt nem. Belső lelki ember ön is, nem? Na de a külsőm az reménytelen, őszintén? Nem reménytelen. Szóval, de semmi visszataszító, vagy semmi... Semmi. Ne tessék haragodni, minden ember egy csoda címen filmet szeretnénk önökről szólni. Kezüket csókolom, minden ember egy csoda színen filmet szeretnénk önökről készíteni, hogyha vállalnak. Kezüket csókolom, minden jön már, hogy megszólítanak. Kedi csókolom. Kedi csókolom, ne tessenek haragudni. Ne haragudjon már, hogy megszólítom. Ne haragudjon, hogy megszólítom. Minden ember egy csoda címen filmet szeretnék készíteni. Nem? Kedi csókolom, minden ember egy csoda címen szeretnék egy filmet készíteni. Miért idegenkednek az embertől? Teljesen tévedve, és senki nem akar útba igazítani. Tessék. A keletitől jövök, teljesen tétova vagyok, azt mondták, jöjjek be a centrumba. Erre látom, kijövök itt a metróban, hogy a
NDK-t. Na de mit szeretne ő látni, vagy megnézni? Ha mit tetszik, most a belvárosban van. Most a belvárosban vagyok. De megy a belvár, ha a belváros akarja megnézni, utána fölmehet a várba. Hát ezer gyönyörűség van Budapesten. Tessék már haragudni, el vagyok teljesen tévedve. De hova már? El vagyok teljesen tévedve, az úr talán tudsz. El vagyok tévedve. Hova szeretnék visszamenni az eredethez? Egy kultúrbotrány az egész. Igen. Jegyeket tessékesen adálom. Parancsoljon. Jaj, elmarad az előadás, és engem a népszerűtlen feladatot mindig velem végeztetik. De legalább levegőt. Fölöltöttek minden, egy Hamlet próba van, tessenek bemenni. Tessenek, televíziós kabaré, én nem tudom, kinyomatták, ez is ráfizetés, minden. Tessenek bemenni, mert azért... Jó, köszönjük szépen. Kezi csókolom, ne tessék, a kedves férje nincsen. De kint hagytam. Ja, hol? Mindjárt jön. Ja, jöjjön, mert ilyen motozás van, és hát én csak a férfiakat. Férfiak. Ruhatársra nagyon vigyázzanak. Mert tudja, falnak is ülem. Szóval elég az hozzá, hogy ez a minden a tagkönyv csere, na. Tessenek jönni, hát ez abszurdum. Hát mi is ezt mondjuk? Hát igen, tessenek jönni bátran. Engedjük föl az embereket, kérem szépen. Én nem tudom, hogy miért tartották önöket föl. Tessenek gyorsan menni. Hát azért vagyunk, a közönségért vagyunk. Elrontjuk az egész hangulatát, az egész műsornak. Nem jön úgy ki. Miért nem verik ki a balét? Önök adófizetők, önök beleszólási joguk van. Tessenek fölengedni az embereket. Mert le fogok én menni, én nem tudom milyen kabaré, az nem itt kell folytatnom föl a műsorban. Elnézést kérek, hogy önök nevében szóltam, de abban a pozícióban vagyok, a jegyellenőröknek a vezetője vagyok, megengedhetem magamnak. Tessék, 22, 23, 24.